Nagyon szépen köszönöm, hogy megint ilyen szép számmal eljöttetek. A múlt hónapban találkoztunk itt legutóbb, az nagyon jól sikerült. Ezzel fölpusztulva úgy döntöttünk, hogy rendszeressé tesszük ezeket a beszélgetéseket, amikor külpolitikáról tudunk beszélgetni. Ebben a provinciális országban úgyis mindenkit a belpolitika érdekel, ami egyébként az utóbbi néhány napban egy kicsit, minthogyha ugye a Párizsban vagy Magyarországban történtek miatt egy kicsit, minthogyha más lenne, de egyébként Attilának is az a tapasztalata, hogyha ezt nekem még nagyon régen mondta, vagy két évvel ezelőtt, hogyha belpolitikáról ír, akkor azt nagyon sokan olvassák, hogy a külpolitikáról, akkor azt meg jóval kevesebben. Ezt én meg tudom erősíteni, de nem adjuk föl. Én mindjárt átadom a szót Attilának. A mai estét azt meghirdettük, hogy miről fogunk beszélni, és én a tegnapi Narancsban írtam egy hosszabb ilyen cikket arról, hogy 2001 után hol voltak komolyabb terrortámadások a világban, amire odafigyelt a közvélemény. És ennek az összeállításnak, ez két oldalon fut végig, ennek van egy keretes része, amit külön a militáns iszlámról írtam. Én ezzel szeretném megadni a ma estének a felhangot, nagyjából egy kicsit irányt szabva, és rögtön átadom a szót utána Attilának, ezt elolvasom, mert ez tényleg egy nagyon rövid, félflekkes írás. A világon 1,5 milliárd muzulmán él, nagyjából 1,2 milliárd közüli borzasztó rezsimek alatt valójaként katonai és polgári diktatúrák, imámok és ajatollahok, vagy csak egyszerűen a hétköznapi káosz és erőszak uralma alatt. A militáns iszlám egy erőszakos és jól szervezett kisebbség, elsősorban a muzulmánokat sújtja. A napokban a Boko Haram 2000 embert megölve tüntetett el egy nigériai várost a föld felszínéről. Két hete egy pesavári iskolában iszlám fanatikusok 141 embert öltek meg, köztük 132 gyermeket. A Janjaweed milícia Szudánban, az Al-Shabaab Szomáliában szedi áldozatait, miközben egyébként itt beszélünk. Az arab tavasz kreatív, interneten szerveződő, Facebookon, Twitteren kommunikáló generációja eltűnt. Bátorságukkal és leleményességükkel megmozdíthatatlannak hit zsarnokságokat takarítottak el, ám amikor kitisztult a levegő, előjöttek a militáns iszlám brigádjai, velük már nem bírt a kreatív generáció. Szaúd-Arábiában 10 év börtönt és 1000 korbácsütést érdemelt az egy blogger, aki szabad szaudi liberálisok neveket adta blogjának, 10 év, 1000 korbácsütés egy blogért. A terrorizmus odahaza megnyomorítja a muzulmánokat, külföldön pedig stigmatizálja. Már elrepültek az első molotov koktélok európai mecsetek felé, már elhangzottak az első politikusi nyilatkozatok a bevándorlás korlátozásáról, errefelé ez a könnyebb ellenállás iránya. Minden eldobott bomba, minden egyes mondat a bevándorlás szigorításáról a militáns iszlámot erősíti, itt is, ott is. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ezt a kéziratot, ezt én azt hiszem pénteken fejeztem be, és az, hogy amit itt a végére írtam, hogy a nyilatkozatok a bevándorlásról, hát akkor még nem voltak ilyen közeliek, akkor én még csak a Nemzeti Front, a Marine Le Pen és egyéb szélsőségesek nyilatkozataira gondoltam. Aztán eljöttek a Magyarország nyilatkozatok is, amiért van okunk nekünk is sajnos szégyenkezni, és ezzel át is adom a szót Attilának ezzel a bevezetővel. Köszönöm szépen, Gyuri. Igen, hallottam. Hol is kezdjem, mert annyi minden van itten. Pontosabban két személyes közéssel. Majd idézni fogok néhány adatot arra vonatkozóan, hogy hol is tart, és milyen is ez az iszlám radikalizmus, és mik a fő okai. Ugyanakkor ezeket meg is írtam az elmúlt napokban, egy hétben.
ha valaki olvasta, akkor elnézést az, az ismétlésért, de nem gondolom, hogy mindenki olvasta volna a cikkeimet. A másik megjegyzés pedig bevezetőnek szánom. 1966-ban Gillo Pontecorvo nevű kiváló filmrendező megrendezte az Algéri csata című filmet. 10-valány éves lettem, amikor láttam, és mint elkötelezett, balra hajló, de mindenképpen antikolonialista gondolkodású egyén, hát nyilvánvalóan a hangsúlyt azon a felszabadító érzésen láttam és tettem önmagamba, amely a filmből sugárzott, épp a Algérból kivonuló franciákat látván. Aztán évek múltán újra megnéztem ugyanezt a filmet, és sokkolt a dolog. Tudnivik, Pontecorvo, mint minden óriási rendező, nem csak ezt mutatta, hogy milyen megszabadító élmény volt az algériaiaknak, amikor látták az elvonuló franciákat, hanem megmutatta azt is, hogy milyen szörnyűség vár erre a népre, már mint az algériaira, hogyha megkapja azt a szabadságot, amelyre annyira vágyott. A legérdekesebb az, hogy ebből nem vettem akkor észre semmit. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire befolyásol mindenkit, mindannyiunkat a szubjektív szemlélet, és mennyi minden van, amit csak bizonyos történelmi tapasztalatok birtokába tudunk többé-kevésbé helyesen megítélni. Ma már nagyon sok ilyen tapasztalatunk van, 2001 óta rendkívül sok, annak dacára, hogy a 2001-es New York-i merénylet és a mostani párizsi merénylet között 1000 és 1000 különbség van. Most valóban nagyon lényeges látnunk azt, hogy azt kaptuk meg, amit Amerika megkapott, a szimbólumát, az érzelmi azonosulást a borzalommal. Pedig, hogy mondjam, nagyon igazságtalanok vagyunk ebből a tekintetben, hisz 2004-ben ugye 300 ember áldozatot követelt a három spanyolországi robbantás, a vonatoknak a felrobbantása. 2005-ben Londonban történt. Igen, ott egy ilyen kombinált robbantás volt. Tehát azért mondom, hogy kezdünk fölnőni ehhez a feladathoz mindannyian, ki így, ki úgy. Ki úgy, hogy azt mondja, hogy ne tegye be ide senki a lábát, ki pedig úgy, hogy azt mondja, hogy éljen a multikulturális társadalom. Nos, az, aki azt mondja, hogy ide ne, hogy a Magyarország a magyarok, és ide ne tegye senkivel a lábát, és behelyettesíthető a magyar és Magyarország Franciaországgal, a Löpenről beszélünk, Wildersről, ha beszélünk, akkor Hollanddal, stb. Szinte minden országban vannak ilyen szélsőjobboldali pártok, viszont iszonyatos módon ez, ugyanazt mondják ezek az emberek, mint maguk az iszlamisták. Oda senki ne tegye be a lábát, vagy ha igen, akkor legyen pont olyan, mint ők. Na most az, ami itt megfogalmazódott Orbán Viktor barátunk szájából... Tessék? Az tulajdonképpen nagyjából ugyanaz, mint amit ezek az emberek tettekben megfogalmaztak. Legyen homogén a mi kis saját világunk, álljon szembe a nagy világgal, álljon szembe a többi kultúrával. Nagyon fontos látni azt, hogy levonjuk ennek az érzelmi tanulságait ennek a soknak, amit ma a Párizs jelent számunkra. Ennek a tanulsága pedig az, hogy nem élhetünk egy olyan társadalomban, ami nem szívja föl az adományait a globalizációnak, aminek persze megvannak a hátrányai is. De annyi adománya megvan, hogy a kultúrák a bennük fogant legjobbakat tudják összeadni. És össze tudják persze adni a legrosszabbat is. Nézzük meg, mi zajlik Oroszországban. Aki ugye, az az ország tulajdonképpen nem tudta, élt nagyon jól, él mai napig is a globalizáció adta lehetőségekből, miközben abból kihalász és kiguverálja magának a legrosszabbakat. Orbán Viktorhoz hasonlóan. Akkor ott folytatnám, hogy ahogy a Pontecorvói példa mutatja, itt egyáltalán nem egyetlen entitás vállára nehezedik felelősség. Ahogy az Algérból való kivonulás nem egyszerűen a franciák bűne volt, pontosabban az, aminek az eredménye lett a kivonulás. Nem egyszerűen az, hogy 130 évvel azelőtt Lajos Fülöp megszállta az országot és gyarmatává tette. 1830-ban.
nem az, hogy szörnyű dolgokat követtek el a franciákat. És ne felejtsük el azt, hogy ennek a tényezőnek van egy másik, tehát a felelősség megoszlik, mert bizony mindabban, ami kialakult, benne van a felelősség az algériaiaknak is. Benne van annak az iszlám kultúrának, amelyik nagyon furcsán és nagyon magába zárkózóan érte meg ezt a történetet, és tulajdonképpen iszonyú vesztese lett mindmáig annak, hogy tulajdonképpen így zárult le ez a konfliktus a franciákkal. Tehát visszakanyarodva a felelősséghez, illetve az okokhoz pontosabban. Nézzük meg először az iszlám oldaláról ezeket a problémákat. Nem mi, úgymond nem iszlám hívők vagy ateisták vagy, tehát nem mi a nyugati kultúrába tartozó emberek, hanem abszolút arab társadalomtudósok elindítottak az ENSZ kezdeményezésére egy nagyon fontos felmérést az iszlám világban. Az első kötet ennek 2002-ben jelent meg, több mint 100-an dolgoztak rajta, és Jordániában jelent meg, de mondom, ENSZ pénz alapján és megrendelés alapján. A második kötet 2003-ban, 4-ben, 5-ben, majd 9-ben az utolsó. Érdekes, hogy az arab tavasz után nem jelent már meg ilyen felmérés, nem tudom az okát, de annak az okát látom, hogy miért 2002-ben jelent meg az első, hisz ugye a világ kíváncsi volt, hogy mi is történt 2001-ben. Mi vezetett oda? Nos, az első kötet a legérdekesebb, és ez nem tematikus, hanem egy általános képet próbál felrajzolni az iszlám világról. Pontosabban nem az iszlám világról, ezek csak a 22 arab államról szól ez a kötet, ez a felmérés. Nézzük ennek a tényeit. Csak így fejből próbálok néhányat majd elmondani. Gazdaságilag. Tehát gazdaságilag egy olyan társadalom szerkezettel állunk szembe, egy olyan társadalom felfogással és gyakorlattal, ami tulajdonképpen a gazdaságból kizárja a társadalom tagjainak több mint a felét, a nőket. Nők nem vállalhatnak nagyon sok olyan munkát, nagyon sok munkát nem vállalhatnak el, tulajdonképpen visszaszorították őket a családi házak négy fala közé, és hogyha mégis vállalhatnak munkát, az csak a mezőgazdaság. Azt 80-90%-ban mezőgazdaságban vállalhatják, és abban a mezőgazdaságban, ami felét adja ki a 22 arab állam gazdaságának, ugyanakkor csak 12%-át termeli meg a GDP-nek. Na most, ha már a GDP-ről beszélünk, a 2002-ben sem teljesített borzalmasan jó Spanyolország, de a spanyol GDP egymagában nagyobb volt, mint a 22 arab államnak a GDP-je együttvéve. Egy 47 milliós állam, Spanyolország, a 22 arab állam 310 millió ember jelent. Oktatás, itt már szóba került. Az elemi oktatás imámok kezében van, gyakorlatilag műveletlen emberek állapítja meg ez az arabok által írt tanulmány, akik gyakorlatilag semmilyen praktikus tudásra, csupán a Koránra vonatkozóan bővítik a gyermekeknek az ismeret. Nagyon-nagyon rossz színvonalú a felsőoktatása ennek a 22 arab államnak. Ráadásul iszonyatos az analfabetizmus. A tényleges analfabetizmus 65 millió embert érint ebben a 310 millió emberben, de sokkal magasabb a funkcionális analfabetizmus, amit mi nagyon nehezen tudunk megérteni, tudni, arról van szó, hogy az arab nyelv, a beszélt és az írott arab nyelv között nagyon nagy a különbség. Tehát gyakorlatilag az, aki tud jól arabul és megtanul is olvasni, nem biztos, hogy tudja értelmezni a szöveget. Komputer. 1,2%-a van az arab állam 310 millió lakójának komputere. Volt, bocsánat, 2002-ben, azóta rosszabb a helyzet, mert az arab tavasz szétzilálta tulajdonképpen a lehetőségek ilyen szempontból is, és 2002-ben 0,6-nak volt internetes hozzáférése. Gondolom ez ma már azért magasabb. Még mondok egy-két számot. Szint a kultúrára vonatkozóan. Görögország egy 10 milliós ország. Az 22 arab állam 310 millió, ezt már elmondtam. Évente
Görögországban több angolról görögre fordított könyv jelenik meg, mint az egész arab világban együttvéve. Nos, ilyen alapon nyilvánvalóan már valamilyen benyomásunk lehet arról, hogy mi is történik ebben a világban. Hogy ezek az emberek tulajdonképpen miért nem jutnak hozzá ahhoz az adományhoz, a szellemi adományhoz, amit a legegyszerűbben és a legkönnyebben lehet globális keretek között továbbadni. De nem csak ennek ilyen, hogy mondjam, objektív okai vannak, mint amelyeket én most itt felsoroltam. Vannak szubjektív okok is. Erre egy személyes anekdótát mondjak el, igaz anekdóta. 2006-ban volt, ha jól emlékszem, az elnökválasztás, az első Ahmadinejad győzelmével zajlott elnökválasztás Iránban, és én akkor épp Teheránban voltam. Egy, nem hosszú ideig, de nem egy-két napig. És nagyon sok emberrel találkoztam, és hogy érződött a felszabadultság, tudnék Teheránban mindenki Rafsanjani ajatollahnak, a liberális ajatollahnak trukkolt, és el is hitte, hogy ő fogja megnyerni a választást, és már mindenki készült arra, hogy milyen jó lesz a választások után, hogy egy kicsit nyit az ország, és mindenki valamit nagyon, valami virulencia, pozitív élmény, pozitív kisugárzás érzett mindenkit. És nagyon közel engedték a külföldit is magukhoz, én több emberrel nagyon szoros barátságba keveredtem ott, egy fiatal egyetemi alkalmazott, nem egyetemi tanár volt, hanem lejjebb a ranglétrán, de az egyetemen tanított ő is, kiválóan beszélt angolul, és nagyon gyakran, szinte naponta összejártunk, és gyakorlatilag ugyanazt a szellemi nyelvet beszéltük mind a ketten. És amikor már nagyon közel kerültünk egymáshoz, akkor egyszer megkérdeztem viccesen tőle, hogy te ide figyelj, értem, hogy hát mit ír elő a Korán, mint a ivászattal, mind az intim élettel kapcsolatban, meg stb. Stb. De nem értem azt, hogy hogy viszonyultok ehhez így, ebben a rideg formában, ebben a nagyon következetes formában, amikor hát elég elolvasni az Ezer egy éjszaka meséjét, ami ugyan egy arab mű, de a perzsák abszolút a magukénak tekintik, hogy hát ugye a kádé, bagdadi kádé, az ugye az estét 3-4 üveg borral kezdte, és 4-5 hölgyel, vagy aztán reggel felé még valami fiatal fiúk is felkerüljenek a terítékre. A barátom elsápadt, megnyúlt az arca, és azt mondta, hogy na látod, ez a baj veletek nyugatiakkal. A mocskos fantáziájátokkal megrontjátok még a mi irodalmunkat is. Ez egy teljesen felvilágosult ember volt. Egyszerűen nem volt hajlandó elhinni azt, hogy amit elé tesznek Ezer egy éjszaka meséjeként, az nem más, mint egy gyermekeknek való, kiherélt, az intim szférát a szövegből kimosó, vagy abban kitörlő, vagy cenzúrázó tulajdonképpen változat. Nem tudom, mert nem jártam utána, hogy az interneten hozzáférhető-e az eredeti. Magyarul lehet kapni 8 kötetben, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 kötetben, vastag kötetben. És, de, na most mi ez? Hát nyilvánvalóan az öncenzúra és egy olyan belső meghasonlottságot jelent ez is, ami nem csak azáltal akadályozza meg őket, hogy eljussanak ez a világi kultúrához, hogy mert nincsen internet kapcsolatuk, hanem azért, mert valahol belülről is el vannak zárva ezek a csapok, ezek a kapilláriák. Nagyjából egészéből azt hiszem, hogy ezzel magyarázható ez a tragikus a Charlie Hebdo elleni támadás is, hisz ezek az emberek nyilvánvalóan alulműveltek voltak, így sokkal könnyebben, még az én egyetemi alkalmazott barátomhoz képest és sokkal könnyebben hittek el dolgokat, amiket előadtak nekik. Nyilvánvalóan van két hipotézis erre vonatkozóan. Az egyik hipotézis az, ez biztonságpolitikai, vagy biztonsági emberek gondolták el, hogy tulajdonképpen ez a két ember semmiben nem hitt, viszont volt az Al-Qaidás kapcsolatrendszerük, akik megfizették őket, akik gyakorlatilag egy missziót adtak nekik, és ők ezért simán feláldozták az életüket, a családjuk, illetve a hozzátartozóikat majd ellátják, az a közösség, stb. Stb. Tehát ilyen szempontból, és közben elhiszik természetesen maguknak, hogy a
70 szűz az várja őket a mennyekben, hogyha meghalnak ezután. A másik az, az egy bonyolultabb, és én inkább egy másodikban hiszek. Tulajdonképpen ezek az emberek éppen azáltal, hogy kulturálisan ennyire kiszolgáltatottak. Nem egyszerűen buta emberek, nem egyszerűen műveletlen emberek, hanem közösség nélkül emberek. Különösen Franciaországban. Tulajdonképpen, ahol nem jött egyrészt létre az a közösség, ami Franciába tette volna őket igazán, és viszont már elveszítették azt a közösségüket, nem volt már meg az algériai született közösség. Miért nem volt meg? Hát nagyszüleik és szüleik azért jöttek el onnan, hogy megszabaduljanak Algériától. Ők olyan immigránsok voltak, olyan bevándorlók voltak, akik franciává szerettek volna válni. Ez nem sikerült. És ki fedezte ezt föl, kint csattant az ostról? A harmadik generáción, vagy a második. Tehát nem volt egy olyan közösségük, amiben integrálni tudtak volna. Következésképpen az iszlám, az tárcán kínálta számukra, a radikális iszlám, tárcán kínálta számukra az azonosulási lehetőséget. Hol? Nem Algériában. Ezek nem Algériához kötődtek, mint ahogy természetesen oda kötődhettek volna. Hanem az ISIS-hoz, tehát a Szíria-Irak határán és ebben a térségben formálódó iszonyatos állam, Jemen, az Al-Qaida, stb. Tehát egyszerűen úgy érzem, hogy a magyarázata annak, hogy radikalizálódtak, és nem egyszerre radikalizálódtak, hanem az ember annyiféle módon lehet radikális. Ezek az emberek a legembertelenebb módon lettek radikálisok. Az ezzel a közösség hiányával, a közösségem. Na most itt jön, ugye eddig beszéltünk az iszlám felelősségről, na most itt jön a nyugat felelőssége, pontosan nem a nyugati, hanem mindannyiunké, akik befogadó államok vagyunk. Magyarországról csak horror dolgokat tudok mondani, mert, hogy mondjam, ahogy bánnak a bevándorlókkal, az valami borzalmas. De ezt most hagyjuk. Nyugaton nyilvánvalóan nyitott társadalmak vannak, ezek befogadják simán ezeket az embereket, hisz a munkaerejükre szükség van. Csak nem adták meg számukra azt az azonosulási lehetőséget, mert szükségesen jutott tulajdonképpen. Ráadásul ezek a társadalmak egyáltalán nem nyitottak minden szempontból. Az ember elmegy Németországba, oda települ, nagyon-nagyon nehezen tudja kialakítani a baráti kapcsolatait hosszú távon. Csak hosszú távon. Franciaországban nagyon gyorsan tudják az emberek a kapcsolatokat alakítani, de ez rendkívül felszínessé válik. Nagyon felszínes és nagyon nehezen követhető például az, hogy politikailag valaki milyen döntéseket is hoz, hol is áll, mert ha történetes, én éltem Párizsban, akkor még nem létezett Le Pen, ez a 90-es években volt, tehát nagyon csirájában létezett most ez a Le Pennek a mozgalma. Nagyon sok ismerősöm és barátom abszolút mértékben Le Penista volt, és én ezt nem értem. Képtelen volt, művelt, nagyon művelt emberek. Utána rájöttem arra, hogy természetesen hisz, ez a párt egyszerűen például nagyon sok zsidónak kínálja azt, hogy mi megvédünk titeket az iszlám radikalizmustól. Nagyon sok olyan liberálisnak kínálja azt, hogy igenis, én ugyan tele vagyok nem liberális kijelentésekkel, de végső soron az én határozottságomon fog múlni az, hogy te megőrizheted-e a liberalizmusodat. Tudnék, Marine Le Pennek a pártja, akármilyen ocsmány, azt nem tűzte zászlajára, hogy beavatkozik a személyes szférájába az embereknek. Mint ahogy Magyarországon a neki megfelelő párt, és most nem a Jobbikra gondolok. Tehát a helyzet az, hogy mind a két nagy főszereplőn van valamilyen felelősség. Az, hogy a nyugat ezen most elgondolkozik, szerintem ez majdnem biztos. És tudják, honnan tudom? Mondhatják azt, hogy hülyeség az egész, mert ez egy eset. Nem. Abban a kóser kis, hát nem is olyan kicsi üzletben, ahol ez a szenegáli fiú megölt 4 embert, és sarban tartott, hogy 30-at. Volt egy másik szubszaharai, tehát közép-Afrikából származó fiú, egy nagyon egyszerű ember, aki muszlim volt ő is,
és segített az embereknek a hűtőházban lebújni. Ez az ember másnap francia állampolgárságot kapott ott, ahol nagyon-nagyon nehéz állampolgárságot kapni ma már. Evidens, érthető módon. Na most ezek a kis jelek, ezek szerintem nagyon segíthetnek abban, hogy a nyugat elkezdje fölülvizsgálni azt, hogy, hogy létrehoz egy közösséget, vagy sem ezekkel az emberekkel együtt. Kettő, pénz. Ide pénz kell. Munkaprogramok, és főként oktatási programok. Kifejezetten ezek voltak, de az elmúlt időszakban az egész annyira felszínessé vált. És nem ambicionálták az érintettek sem. Nem ambicionálták. Úgyhogy ebben szerintem lesz változás. Hol nem lesz változás, sőt rosszabb lesz? Az iszlám oldalon. Az iszlám oldalon hosszú távú módon tudok csak elképzelni változást, méghozzá úgy, hogy azokban a válságtársadalmakban, amelyekben az arab tavasz nem zajlott le valamilyen megoldást felkínálva. Mert ugye felkínált megoldást az arab tavasz Tunéziában. Ott, ahol most egy teljesen normális választási procedúra alapján legyőzték az iszlám testvériség, egyébként nagyon moderált, mondjuk, hogy a jobboldali pártját, iszlamista pártját, egy liberális párt, méghozzá nagy győzelmi fölénnyel. Másod másképp oldották meg. Algériában 10-12 évvel ezelőtt úgy, hogy a hadsereg átvette a hatalmat, és megakadályozta, hogy a szabályos választásokon győző iszlamisták, ezek őrült iszlamisták voltak, hatalomra kerüljenek. Ugyanez történt ugye Egyiptomban. De hát itt van legalább két olyan állam, ahol polgárháború zajlik. Szíria az egyik, és Líbia a másik. Mind a két helyről. Líbia 5 milliós ország, tehát igazából ahhoz, hogy túl nagy terrorista exportba fogja most bele, erre nincsen módja. De arra van módja, hogy kimozdítsa a tuareg szaharai törzseket, és hát a Boko Haram ekként jelent meg, és ennek következtében jelent meg Maliban, és összekötött, tehát Mali és Szomália között direkt összekötetés van a Szaharán keresztül terrorizmus szempontjában. Ugyanez a vonatkozás Szíriában, ahol ugye az ISIS-nek, vagy az IS-nek, most már mindenféle, tehát az iszlám államnak van a fészke. Úgyhogy most itt tartunk. Na most akkor egy kicsit átadom neked a szót. Köszönöm, nagyon röviden. Attila részletesen beszélt arról, hogy nekünk mi lehet a feladat itt Európában azokkal az emberekkel, akik itt keresnek boldogulást, és akiknek egyébként a munka erejére, ezeknek a gazdaságnak szükség van. De én azt is egy nagyon fontos szempontnak tartom, bár nem nagyon látszanak ők, ezek a csoportok, de léteznek, hogy ezekben az országokban, és nem csak az arab országokban, hanem az iszlám világ különböző országaiban, így Iránban is, ők pedig a mi segítségünkre, a nyugati világnak a segítségére, bármilyen segítségére várnak. Ők szeretnének valamiféle biztatást, valamiféle segítséget kapni ahhoz, hogy felszabaduljanak. Van egy nagyon érdekes Facebook csoporta, kb. Olyan, nem tudom, 500 000 követője van, tehát elég jelentős. Az ennek a Facebook csoportnak a magyarra lefordított neve, hogy az én rejtőzködő szabadság. És emlékeztek rá, hogy 1970-es években a Iránban a sah alatt volt egy tiltakozó mozgalom. Amikor a nők elkezdtek hijabot viselni, mert betiltották, a sah betiltotta a kendőnek a viselését, mert egy modern társadalmat szeretett volna. Most ennek az ellenkezője alakult. Ez az én rejtőzködő szabadságom, az arról szólt, hogy iráni nők, fiatalok, idősebbek, bátrabbak vagy kevésbé bátrak, bár elég nagy bátorság háttal a kamerának is felállni, kendő nélkül fényképezkednek le, és rakják fel a képeiket, és írják le a saját történeteiket nap mint nap.
És ez azt mutatja ennek az óriási sikere, hogy igenis megvan az a tömegbázis, és azt mutatja az arab tavasz, hogy megvan az a kreativitás, ami elő tudja hozni ezeket az embereket. És azért azt ne felejtjük el, hogy az iszlám vallás az nem volt mindig ilyen. Tehát az iszlám vallás kicsit több mint 1400 éves történetének az elmúlt néhány száz éve ez a radikalizálódás, ez a bezárkózás, a vallási fanatizmus felé fordulás, és ennek a szunni, ugye 87%-a körülbelül a világ muzulmán hívőiknek szunni muzulmán, a világon belül Szaúd-Arábia lett a legfontosabb propagálója, vagy a legfontosabb fészke, ugye, ahol államvallás lett, és az uralkodó ház és a vallási tanács között van egy egyesség, amit a 20. század elején, mikor Szaúd-Arábia megalakult, és a szaudi törzs ezekkel a vallási vezetőkkel szövetséget kötött, alakult ki, és hát ott ez a vahabi iszlám ág, a szunni vallásom, a szunni muzulmán vallásom belül, ez az, amely egyébként minden igaz arra, amit Attila elmondott. Szaúd-Arábiában például a PhD-knek kiváló egyetemeik lennének, mert a pénz megvan rá, de a PhD-knek a kétharmada, vagy több mint kétharmada az vallási tudományokból készül. A teljes közoktatást átadták az imámoknak a kezébe, mert ez volt szintén a gyengébb ellenállásnak az iránya. Olyan nyomás alatt volt az uralkodó ház, hogy átadták az oktatást. Tehát meg kellene változtatni dolgokat, és ott emberek tőlünk várják, vagy a nyugati világtól várnak valamiféle támogatást és segítséget, ami semmiképpen nem az az üzenet, hogy most mi bezárkózunk, és ezt az elzárkózás politikáját választjuk, hanem valamilyen módot kellene arra találni, hogy ez működjön. És persze ez nagyon nehezen működik, mert hogyha visszagondoltak arra, hogy természetesen ez ugye ez egy hidegháborús kontextusban történt az Afganisztánnak a Szovjetunió általi megszállása, az a bizonyos 1978 karácsonyán, 79 karácsonyán. És ott egy nagyon erős, egyébként szintén vallási alapon szerveződő mozgalom alakult meg a szovjet megszállás ellen. Ezt a mozgalmat nagyon könnyű volt összekalapálni, hiszen a megszállt területeken a lányokat elkezdték iskolába járatni, a nők munkát vállalhattak, és egy normális élet kezdett kialakulni, amely a vallási előírásokkal nem volt összhangban. Úgyhogy, hogyha ezt kivesszük a hidegháborús kontextusból, akkor nem csináltak ottan semmi mást, csak ugyanazt, amit a szövetségesek próbáltak 2001 után, és amely egyébként most, hogy kivonult a szövetséges haderő, most már majdnem teljesen Afganisztánból, ez össze fog omlani. Ez teljesen világos, látszik. Afganisztán vissza fog oda térni, ahol 2001 előtt volt. Az, hogy militáns az iszlám, ez tulajdonképpen minden olyan vallásra elmondható, amelyik térítő vallás. A kereszténység is nagyon militáns volt. Ne feledkezzünk meg a keresztes lovagokról, akik mit műveltek Jeruzsálemben, Akkóban, stb. Ezzel szemben a zsidó vallás, amelyik nem térítő, sőt, amelyik nagyon is vigyáz arra, hogy megmaradjanak a vér szerinti módon is megmaradjon az odatartozás a törzshöz. Az nem volt, az egy védekező vallás volt. Tehát akkor, amikor a zsidók fegyvert fogtak, akkor mindig védekeztek. Soha nem akartak másokat tulajdonképpen megkódítani. Ez legalábbis abban a korszakban, amiről mi... Tehát a helyzet, igen, területet szereztek. Tulajdonképpen most is egy hazaszerző háború van, tehát egy permanens, 48 óta egy
De mondom, ez egy lényeges különbség a egy térítő vallás és egy nem térítő vallás között. Tehát ezzel együtt kell valamilyen úton módon élnünk, itt a probléma nem is ez, hanem az, ami egy intellektuális kihívás is. Miért akkor válik ilyen agresszívan térítővé egy vallás? Ugye mindenkit megtéríteni. Ha megszállunk a Boko Haram, ha megszáll egy falut, akkor vagy megtérülsz, vagy betérsz, hát mondjuk ez zsidó kifejezés, hanem áttérsz, igen, vagy áttérsz, vagy pedig meghalsz. Na most az igazság az, hogy a probléma az, hogy miért éppen egy olyan pillanatban válik ennyire agresszívan tévítővé egy vallás, amelyik ilyen nagy bajban van. Tudnék, mindaz, ami az iszlám világban zajlik, az iszlám világnak a legszörnyűbb baja. Egyik legszörnyűbb válsága. Tehát amikor iszlámról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy meg terrorizmusról. Tehát valahol ezeket a dolgokat el kéne választani egymástól. Legalábbis én azt gondolom, hogy akkor jár el az ember helyesen. Mert maga az iszlám, mint olyan, az egy vallás. És van maga a terrorizmus. És ez lehet iszlám köntösben, lehet egészen másba is, de az terrorizmus. A két dolog az annyiban jön össze, hogy az utóbbi időben, és most éppen a párizsi ügyek kapcsán, hogy itt előjegben azt mondjuk, hogy itt iszlám hívők voltak azok, akik ezt művelték. Szeretném volna megkérdezni, hogy Angela Merkelnek az a nyilatkozata, ami szerint meg kell erősíteni elsősorban a titkosszolgálatokat, és hogy az interneten történő beszélgetéseket rögzíteni kell, vezette önök szerint valamiféle megoldásban e tekintetben, vagy egyetért ezzel Európa egyáltalán ezzel a gondolattal? Köszönöm, akkor kezdeném a választ ez utóbbira, mert talán ez volt a leglényegesebb kérdés, meg érdekesebb is. De 2001 után Amerikában elfogadtak egy törvényt, a Patriot Act-nek hívják, tehát amerikaiul, egy nemzetvédelmi törvény, ami olyan mértékben szűkítette a polgári jogokat, illetve olyan mértékben szűkítette a polgári szabadságjogokat, ahogy addig elképzelhetetlen volt általában a világban, de különösen Amerikában. Tulajdonképpen ezt nagy nehezen és nagy viták közepette elfogadta a nép is ideiglenesen. És a Bush korszak a vége felé a kampányok és az ellenkampányok és Obamának az egész kampánya arra épült, hogy na ez lesz az első dolog, amit megváltoztatok, ha rámadják a szavazatukat. Ugye hány éve, 8 éve van Obama hatalma? És 6, igen. A Patriot Act, köszöni szépen, ma is jól van, pontosan olyan formában, ahogy Bush azt keresztül nyomta és elfogadták. Nem vélt, miért? Én abszolút a szabadságjogoknak a pártján állok. De néztek tegnap tévét? Ha jól emlékszem a híradóban, én az ATV híradóját néztem, beszámoltak arról, hogy Oklahomában elfogadtak egy úriembert, fiatal embert, aki valamikor áttért az iszlám hitre, és fel akarta robbantani a Kapitóliumot, és lelőni. Hogyan fogták el? Úgy, hogy komoly titkosszolgálati eszközökkel már akkor felfigyeltek erre a fiatalemberre, amikor még csak magában gondolkozott a történet. Megsértették ezzel egyetemes értelembe véve a személyiségi jogait? Hogyne, természetesen. Egy olyan világban élünk, egyfajta háborúban élünk, amikor bizonyos jogokat föl kell függeszteni, de ezeket a jogokat nem lehet úgy fölfüggeszteni, hogy ezzel azok ne értsenek egyet, akik erre vonatkozik. Nagyon, ugye már én elég vén vagyok ahhoz, hogy emlékezzem arra, hogy nem is olyan régen, 90-es években, tehát 20 évvel ezelőtt, vagy 18 évvel ezelőtt, hogy utaztam repülőn, és hogy utazom most. Rendkívül sok kellemetlenséggel jár egy út. Különösen azoknak, akik állandóan utaznak. Na most, persze, de nagyon kellemetlen, de elfogadom.
De ehhez az elfogadáshoz kellettek ezek a szörnyű élmények. Mint például a tegnap előtti párizsi élmény is, vagy négy nappal ezelőtti párizsi élmény is. Igen. Szerintem arra nincs mód, hogy olyan patriotektet fogadjunk el Európában, fogadjanak el Európában, mint Amerikában. Miért? Mert még mindig sajnos léteznek a nemzetállamok. Mindenki a maga kis populista, minden kormány, nem minden kormány. Egyes kormányok a kis maguk populista szempontjai után mennek, és megakadályoznak egy ilyet. Arról nem is beszélve, hogy egyes államokra, ahol nagyobb a szabadság, ott nagyobb veszélye van a terrorizmusnak. Azokban az államokban, ahol tényleg komoly populizmus kell ahhoz, hogy egy párt hozamosabb eddig fönnmaradjon, és kevesebb ezáltal a szabadsági jogok, mint például Magyarországon, de Bulgáriát is mondhatnám, említhetném. Ott nyilvánvalóan sokkal kevesebb a terrorizmus veszélye, mert ki a fene akarna ide jönni. Pontosabban jönnek ide, a múlt évben is 40 ezeren jöttek, de azzal az egyértelmű cél, hogy az első adandó alkalommal megyünk tovább. Ilyen szempontból Magyarország nincs annyira kitéve a terrorizmusnak, mint azok az országok, akik tényleg befogadó országok. De erre ezt tudnám mondani csak. Én támogatom gyakorlatilag azt a törvényi szigorítást, amit megbeszélnek a néppel, és amelyikre a nép végül is jó, maga józansága alapján rábólít. Azt nem, ami mondjuk túlzásokba visz, és egy olyan helyzetet próbál kihasználni saját céljaira, és országvédelmi rendelkezéseket próbál kitalálni egy olyan helyzetben, amikor másod a szomszédban baj történt, és ezt magunkra vesszük azáltal, hogy próbáljunk a saját biztonságunkat, politikai biztonságunkat és politikai hatalmat megőrizni. Mert gyanítom, hogy a jelenlegi Rogán által bejelentett országvédelmi akcióterv mögött ez van. Fölhasználjuk a terrorizmust, mint nem nálunk működő történetet, olyasmire, ami nálunk van, de itt nem a terroristákat ellenőriznék, hanem mondjuk az embereket, az átlag embereket, azokat a polgárokat főként, akik nem rájuk szavaznak. Még magamnál tartanám egy pillanatig a szót, aztán átadnám, válaszolnék, vagy reflektálnék az úrra, aki a terrorizmus és az iszlám közötti egyenlőségjelet áthúzta. Nagyon helyesen tette, itt egyébként senki nem volt, aki ez, a kettő között egyenlőségjelet tett volna. Mi több, ugye említettük azt, hogy a kereszténység is átment egyfajta rémes válságon a középkor elején, amikor hasonló dolgokat művelt, és igazából ő is ment előre a maga térítő céljai felé, karddal és keresztel. De tény, hogy jelen pillanatban csak arra a képre emlékezzünk vissza, amit Gázában és egyéb arab vagy iszlám államban a tévék mutattak azt követően, hogy New Yorkban az ikertornyok leomoltak. Jeljenző tömeg, a pici gyerektől az agastyánig. Mindenki elég tétellel fogadta ezt. Ezt nem lehet figyelmen kívül vagyunk. Ez sem azt jelenti, hogy a terrorizmus az iszlám lenne, hanem az, hogy az iszlám tömegek valami miatt, illetve az iszlám országban valami miatt tömegek érzik úgy, hogy ők kaptak ezáltal valamilyen úton módon igazolást. Na ez egy nagyon nagy baj, és hát erre oda kell figyelni. És akkor még egyet ide felírtam magam, és utána tényleg átadom neked a szót. ISIS-nek a céljai és a finanszírozási története. Hát a finanszírozás az tulajdonképpen két, hát lehet, hogy sokkal több, de mondjuk két nagy szakaszban zajlott. Az elején abszolút mértékben Szaúd-Arábiát megütte, amelyik gyakorlatilag meg akarta az alavitáknak, sita alavitáknak a hatalmát törni Szíriában, és éppen ezért tulajdonképpen az Assadékkal szemben szervezkedő, illetve fellépő ottani sitákat támogatta anyagilag. Nyilvánvalóan ma már ez nem áll föl, mert Szaúd-Arábia számára is nagyon kellemetlen mindaz, ami az ISIS megjelenít. Hát most viszont ugye elfoglalták a kurd területek finomítóinak egy részét, és elfoglalták, elfoglaltak nagyon sok kutat. És tudjuk azt, hogy milliárdok áramlanak be azáltal, hogy
Törökországba exportálják, az ISIS Törökországba exportálja a finomított alajat, nagy, nagyon nagy mennyiségben, nagy tételben. Hát innen jönnek be a célok. A cél bármilyen furcsa és bármilyen őrült, de tényleg egy államnak a létrehozása, ami az afgán tálib államnál sokkal rosszabb tulajdonságokat adott fel. Tehát azt látjuk, hogyha eljutnak oda központilag szervezett módon, hogy egy 10 éves gyerekkel végeztetnek ki két foglyot, ott tényleg egy nagyon nagy baj van. Ilyen őrültségek történtek a tálib Afganisztánban is, de azért erre a fokra, vagy ideig ők sem süllyedtek le tulajdonképpen. Itt ez egy nagyon fontos szempont ezt látni, hogy itt egy olyan állam próbál létrejönni, ami tényleg egy kalifátust próbál megvalósítani eszmében középkoriakkal, és eszközében pedig 21. századiakkal. Tanulás kérdése. Én azt gondolom, hogy Attila a bevezetőben elmondta azokat a megdöbbentő számokat. Ez tényleg mindenki jegyezze fel. Ezek nagyon fontos számok. A GDP-vel kapcsolatban a 22 arab ország versus Spanyolország, itt Attila ezt említette. A demokrácia deficittel kapcsolatos történetek. Ezek nagyon fontos dolgok, és természetesen az oktatás lenne az elsődleges cél, amivel ezeket az országokat ki lehetne húzni abból a lefele irányuló spirálból, amelyikbe belekerültek, hiszen az általános szociális és gazdasági helyzet nagy tömegeket, tehát a társadalmi mobilitásnak a lehetőségét fosztja meg, 70-80%-ától, az emberek 80%-ától nincs más lehetőség, amire a radikális, a militáns iszlám rájött, mint ezeket a gyermekeket, az ilyen családban született gyermekeket, az ingyenes iskoláztatás lehetőségét kihasználva adják be olyan iskolákba, ahol aztán radikalizálódnak, és hát ez Pakisztántól, ami már ugye nem az arab világhoz tartozik, hanem azon kívül esik, de végig az arab világon keresztül így van. Összefügg egyébként ez az iszlám állammal is. Az iszlám állammal kapcsolatban volt a júniusban egy ilyen újságszerű közvéleménykutatás, hogy az Al-Hayat az egy szaudi tulajdonban lévő Londonban megjelenő arab napi lap. És amikor júniusban, ugye a Ramadán felhasználva bejelentették a kalifátusnak, pontosabban kikiáltották a kalifátust, és az Abu Bakr al-Baghdadi lett a kalifa, ő kinevezte magát, akkor az Al-Hayat csinált egy közvéleménykutatást, amely magának az iszlám állam létéről és az iszlám törvénykezésről szólt, ami akkor már nem csak az arab világon belül, de azért világszerte világos volt, hogy mit akar. 92%-a a válaszadóknak pozitívan válaszolt erre. A legtöbb fegyveres harcos ennek a 25-35 ezres hadseregnek, amely az iszlám állami a Szaúd-Arábiából származik, az öbölmenti országokon keresztül kapnak rettenetesen sok pénzt. És az első dolog, ahogy Attila mondta, a Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábia hogy reagál erre? Pontosan tudják a szaudi uralkodóház, hogy az iszlám állam amennyiben sikerül megerősödnie, és nem esik szét bármilyen oknál fogva, most éppen úgy látszik, hogy semmi oka nincs arra, hogy szétessen és felszámolódjon magától, akkor a legnagyobb fenyegetést a Szaúd-Arábiára jelenti, hiszen a gyökerei, a militáns iszlám gyökerei, azok Szaúd-Arábiában vannak, az iszlám központja az szaúd-arábiai területen van, tehát nem lehet más, mint a Szaúd-Arábia, a szaúdi rendszernek a megváltoztatása a jelenlegi uralkodóháznak az elsöprése.
az ami várható, az egy elég érdekes dolog, ez egy nemrég kiben nyilvánosságra került hír, hogy a szaudi kormányzat a északi határán egy falat akar építeni, ami a palesztin és az izraeli területeket elválasztó falnál is egy szigorúbb ellenőrzést vagy határt vonna a jelenlegi iszlám állam. Mert Iraknak a jelenlegi területe az a területe, amely Szaúd-Arábiában határos már az iszlám államnak a ellenőrzése alatt van. És hogy? Nincs Jordánia, ez Jordánia és Kuwait között, ez egy 1000 kilométer hosszú fal lenne. Ez egy teljes tévedés, hiszen az iszlám állam az természetesen fizikailag elfoglalta már Iraknak a nagy részét, Szíriának is egy jelentős részét, de hát ott létezik, ott van belül, Szaúd-Arábián belül. Úgyhogy én nem is értem ezt a gigaprojektet, hogy miért ezzel próbálják megoldani, mert nem ez lenne a megoldás, de nem fognak találni természetesen rá semmilyen megoldást, mert a rendszernek a lényege, hogy arra a problémára, arra a kihívásra, amit az iszlám állam például a szaudi rendszernek jelent, nem lehet megoldást találni Szaúd-Arábián belül. Semmi jóra ne számítsunk ez ügyben. Az olajára, az még amennyiben Szaúd-Arábiának az olajtermelését sikerül valamilyen módon kikapcsolni, akkor még lesz magasabb is. Köszönöm, hát nagyon érdekes volt, amit hallottam. Végeredményben, ahogy én érzékelem, ez az egész iszlám államnak a gyakorlata hasonlít annak idején, amikor a franciák Algériában létrehozták a idegen régiót, ez ugyanilyen rendszerre alapozódik. Hogy arról lehet tudni valamit, hogy az iszlám világon belül kik, milyen rétegek, milyen társadalmi rétegek között feszül az ellentét, és ki kit akar legyőzni. Jól látom-e azt én, hogy ez egy ilyen internacionalista törekvésű szerveződés az iszlám állam, mert ugye nem egy országon belül, hanem több országban ütötte fel a... Az interneten olvastam, hogy megkérdeztek pár muszlim hölgyet Franciaországban, hogy mi a véleményük ezekről a karikatúrákról, és ők azt nyilatkozták, hogy fáj és hogy rosszul esik. Tehát a többség. Jó ez, hogy most is kinyomtatták, nem tudom hány példányban. Nyilván, ugye olvasom mindig, hogy a demokrácia nem sérülhet, én nem hiszem, hogy a demokrácia azzal megsérülne, hogyha mit tudom, a prófétát nem gúnyolhatnánk ki. Azt is tudom, hogy korlátokat nem szabad szabni, mert a demokráciában, ha korlát van, akkor az már nem demokrácia, de azért azt gondolom, hogy a jó ízlés határán belül talán lehetne. Köszönöm szépen. Most akkor egy ellentmondásos távolságról fogok ennek nekifutni. Nem kell megvenni. Én azt gondolom, hogy hát ezt kinyomtatták 60 ezer példányban, volt biztos remitenda is. Aztán hát most ugye már 5 milliót nyomtak belőle, mert most a nagy biznisz lett. Molnár Csaba alelnökünk az lefizette, korrumpálta az újságárus, 10 eurót adott neki, aki ezután nem tette el neki a két darab lapot, de a 10 eurót se adta vissza. Így működik a dolog. Most van egy nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy számomra, és ez egy napokban történt a dolog, és összefüggésben van ezzel, amit itt tetszett feszegetni. Hogy ugyanis ez a kurucinfós történet, hogy a társaság a szabadságjogokért, amelynek az előtt szervezeténél, én még fiatal jogászként a független jogvédő szolgálatnál én dolgoztam a rendszerváltás előtt. Ez egy ellenzéki szervezet volt, a Münich Ferenc utca, most már Nádor utcában volt egy irodánk, és oda lehetett eljönni. Én ismerem ezeket az embereket, úgy is mondhatnám, hogy tűzbe tenném a
kezemet értük, és most fölvállalták a kurucinfónak a védelmét. És ez ugye egy intellektuális dolog, hogy most akkor ezzel hogy szembesülünk, mi erről a véleményünk. Most azt mondjuk, hogy micsoda dolog, mert ugye amikor megtámadták ezt a francia lapot, akkor tele volt a Facebook ezzel az ismert Voltaire idézettel. De hát ugye, amikor nekünk komilfó dolgokat támadnak meg, akkor könnyű kiírogatni a Voltaire idézetet. A kurucinfóra nem vonatkozik a Voltaire idézet? Na, ehhez nem akartam hozzászólni, de most már azért provokál egy kicsikét a dolog, csak annyit egy fél mondatban, és utána az úrnak válaszolnék, hogy ez egy tanulási folyamat. Tehát azért Magyarország és a magyar nép is egy olyan állapotban van, ami fényévekre van a nyugati társadalmaktól, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Tehát azáltal, hogy hogy a TASZ fölvállalja kurucinfónak a védelmét, ezzel tulajdonképpen azoknak az idiótáknak üzen, hogy embernek nézünk benneteket, annak dacára, hogy idióták vagytok, akik eddig minden emberi formájukba kivetkőztek. Például, és most a kurucinfóról beszélnek, meg Bayerről. És szerintem meg kell tenni ilyen gesztusokat. Nagyon-nagyon fontosak ezek a gesztusok. Engem is rettenetesen zavart. Én is rettenetes módon éreztem magam abban a pillanatban, miközben tudtam, hogy ez egy helyes lépés ilyen szempontból. Meg kell őket tanítani késsel és villával lenni, hát hogyha lejönnek a fáról lépni. Ennyi az egész. Az úrnak válaszolnék, hogy tulajdonképpen kik között van ez a feszültség. Ez sok dimenziós feszültség. Egyrészt ugye, mint már sokszor beszéltünk arról, hogy van egy vallási skizma, hogy úgy mondjam. Vallási meghasonlítság az iszlám erről. Van a főként Irán vezette, vagy Irán belső motorjáltal működtetett síta felekezet, és van a szunita felekezet, aminek a legfőbb belső motorja az Szaúd-Arábia. A két ország között ezen az alapon már évszázadok iszonyatos feszültség volt. Gyakorlatilag hidegháborút folytatnak egymás ellen évszázadok óta. Nagyon érdekes, és most a konkrétumokhoz csatlakozom ezzel, hogy amit a Gyuri mondott az előbb, arra vonatkozóan, hogy a dél-iraki területekről az ISIS fenyegeti már magát, Szaúd-Arábiát is, és tényleg ott vannak már a harcosok, tehát már volt harci érintkezés is szaudi egységekkel. Most úgy tűnik, hogy Irán és Szaúd-Arábia félreteszi a vitáikat, ebbeli vitáikat, és megpróbál tulajdonképpen valahogy közösen felépni az ISIS-en. Ugye tudjuk, hogy a szaudiak, én már mondtam, támogatták az ISIS-t az előző szakaszban, a keletkezésekor, Irán pedig az első pillanatok kezdve harcolt. De állami szinten támogatta, vagy? Abszolút állami szinten támogatta. Tehát abszolút, jelen pillanatban több tucat iszlám gárdista tábor, nem több tucat, egy tucat tábornok halt már meg Irak területén, amint az ISIS-szal harcoltak. Tehát, most ez ugye az egyik dimenziója ennek a kérdésnek. A másik, ez egy posztfeudális, prekapitalista világ. Nagyon sok helyen természetesen. Tudatában mindenképpen. Itt most kezdődik el érdekes módon az igazi osztály ellentét. Tehát most alakulnak ki az osztályok. A legfejtiszta, számomra egy nagyon Bahrain, ami egy iszonyú pici, gyakorlatilag sziget. Eddig azért volt ismert, mert hogyha valaki ment a távol-keletre, nem tudta elkerülni, hogy Bahrainban ne cseréljen repülőgépet. Én is többször voltam már a repülőterén. Semmi nincs, csak homok és olaj. Ennek van egy alap lakossága, pár ezer fő, pár tízezer fő, bocsánat, egy elitje, egy vallási, illetve politikai elitje, dinasztikus elitje, és van a lakosság legnagyobb része, aki bevándorolt, vendégmunkás ráadásul. Nem, hogy egyszerűen bevándorolt, hanem vendégmunkás, különböző helyekről,
Szaúd-Arábiából főként, és pontosabban nem Szaúd-Arábiában, hanem így van. Akik föllázadtak az arab tavasz alkalmával az elit ellen. Most őket, a dinasztiát, a Szaúd-Arábia szabadalmi tangók mentették akkor meg. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy ugye ott úgy tűnik, hogy van egy elit, és van egy nagy proletariátus, és a proletariátus etnikailag is, vallásilag is, minden szempontból más. Tehát itt egymásra épülnek ezek a ellentétek. Azért mondtam, hogy a bakrányi példa az rendkívül érdekes. Tehát tulajdonképpen mindenütt ez van. Hát a kialakuló palesztin államnál például, most a Jordán nyugati partjáról beszélek, és nem Gázáról. Hát ott látszik, de Gázában ugyanez zajlik egyébként. Létrejött egy elit, katonai, már mi Gázában abszolút mértében katonai is, a másikban katonai polgári, akik lefölözik az adományokat gyakorlatilag, és létrejött ott is egy olyan alsó osztályok hát rendszere, amiben tulajdonképpen a teljes kisemmizettségtől a nagyon nagy szegénységig minden megtalálható. Tehát ha nem lenne izraeli-palesztin konfliktus, ha nem lenne a konfliktus az arab világnak a világ másik részével, akkor is egy iszonyú konfliktus lenne belül, éppen azáltal, hogy ennyire nagyok részben a forráskülönbségek, részben pedig beleértve a kulturális különbségeket. Na most ne felejtsük el azt, hogy itt valaki felvetette, hogy Iránban is tanult atomfizikusok dolgoznak az atombombán, stb. Ez mind így igaz. Van egy viszonylag képzett elitjük, van egy igazán jól képzett elitjük, különböző helyeken képezték őket, Moszkvától Budapesten át New Yorkig, és ezeknek a 80%-a kivándorol. A palesztinoknál volt ez a 70-es, 80-as években nagyon-nagyon-nagyon jellemző, hogy tulajdonképpen például a kelet-európai országok, de az irániak is segítséget nyújtottak azzal, ingyen képeztek gyakorlatilag itt palesztin mérnököket, orvosokat, stb. És ezeknek a 80%-a akkor is, sőt, még nagyobb százaléka egyszerűen nyugaton maradt, vagy itt Magyarországon, én itt nem palesztin orvos. Tehát igazából az a 20%, aki visszamarad, az nem biztos, hogy a legjobbak ezek közül. És ezért igaz az a megállapításának, a tanulmánynak, amit mondtam az ENSZ megrendelt, hogy gyakorlatilag az egyetemek, amelyek az arab világban működnek, tulajdonképpen reális tudást, hogy mondjam, ilyen korszerű tudást nagyon csekély mértékben közvetítenek. Azt tudom, hogy például Izraelből, tehát most nem a West Bankről, nem a nyugati partról, hanem Izraelről beszélek, az ott élő palesztinok nagyon nagy számban Jordániába tanítatják a gyerekeiket, a jordán egyetemeken. De hát tulajdonképpen azok sem igazából tartoznak a világ élvonalához. A kérdésem az, hogy a sária gazdasági törvényei mennyire érvényesülnek a mai arab világban? A sáriával kapcsolatban mi átadom Attilán, egy dolgot szeretnék elmondani, nem csak az arab világban van sária. Nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy én hosszú éveket értem Dél-Kelet-Ázsiában, vagy például Maláziában, ami egy multietnikus állam, ugye van egy maláj többség, de van egy nagyon komoly kínai népesség, és indiai a harmadik. Maláziában, amely egy hivatalosan uzúban állam, ennek ellenére a sáriának bizonyos részei, bizonyos könyvei a jogrendszer része. De csak azokra vonatkozik, akik muzulmán hívők, a kínaiak és ugye az indiaiak nem esnek ez alá. Egy nagyon érdekes jogrendszer a sáriának a családjogi részeit emelték be a muzulmán hitű állampolgárokat érintő részekbe. Egy nagyon szofisztikált módon a családjogi ügyeket ez alapján rendezik. Egyébként most akkor átadom a gazdaság.
nem, tulajdonképpen ehhez igazából nem értek, csak a politikai, nem vagyok jogász, nem néztem ennek utána. A jogi, illetve a politikai részét azt ismerem nagyjából, nem véletlen, hogy azokban az országokban, ahol az arab tavasznak, nem, ahol békés megoldás született, ott tulajdonképpen a sharia lekerült a napirendről. Az iszlám testvériség be akarta vezetni a sariát Egyiptomba, megbuktatták az elnököt és a hadsereget vette. Bizonyos értelemben bevezette az előző kormányzat Tunéziába a sariát, elkezdte bevezetni, az új kormány levette ezt a napirendről. Tehát, hogy mondjam, azok a kormányzatok, illetve politikai szervezetek, amelyik tudják, hogy igazából miről van szó, hogy itt a termelékenység az elsődleges, azok egy ilyen törvényt fogadtatottak el. Mert nem az a legszörnyűbb, hogy jogom van, ez elég szörnyű, most azt akartam mondani, nem az a legszörnyűbb, hogy megverhettem a feleségem, sőt meg is kell vernem bizonyos esetekben, hanem az a legszörnyűbb, hogy nem dolgozhat a feleségem. Nem lehet egy egyéni, tehát ebből fakad az is, hogy megverhetem. Hogy ki van nekem teljesen szolgáltató. Tehát itt gazdasági szempontból rendkívül káros a sharia. A bankoknak a kamatpolitikájára gondoltam, mert itt a bővített újratermelés teljesen visszafogja a mai globalizált világba. Tehát erre lennék kíváncsi, hogy mennyire érvényesül ez a mai nap. Tudom, hogy ezt sehol nem vezették be, leszámítva olyan eseteket, mint a tálib rendszer, vagy például az ISIS-nél, de az ISIS-nél nem működnek. Kijelentik azt, hogy mindenben követjük majd a Koránt, beleértve ezt is. Na de hát ott ez nem működik. De egyébként valami nagy aranytartalékra rátették a kezüket, és azt minden további nélkül fegyverekre költötték. Tehát az iraki bank egy legnagyobb aranytartalékát megszerezték. Talán Mosulnál, ha jól emlékszem, Mosul ostromát követően. És de mondom, ez föl sem merül, tehát ne felejtsük el az olyan nagy bankokat, mint a libanoni Audi Bank, vagy a Katar Bank, vagy akármi más, hát élnek, mint Marci Hevesen, abszolút igazgató tanácsai, a többségében nem arabok ülnek, hanem volt CIA igazgatók. És meg a magyar nagykövet, ugye, Svájc, a berni magyar nagykövet, az Audi Banknak, ez nincs köze az Audi céghez, egy libanoni arab bank, volt 2011. decemberéig a vezérigazgatója. Nem, most is a Bordnak a tagja. A Bordnak a tagja, de ő volt a vezérigaz, ő volt a CEO-ja ennek a banknak. Az Orbán Viktornak nagy komoly barátja ez az új ember. Én nem vagyok vallásos, de a vallás az valahogy a lelkek legmélyében lakik. Vajon helyese, hogy olyan mélyen belegázolnak ezeknek a megsértett és hátrányos helyzetű embereknek a lelkébe, ahogy ez a szatirikus lap megtette. Nem fogja megoldani a kérdést, de talán a szabadság és szabadosság között valami finom vonalat kellene húzni, és egy kicsit moderálni kellene magunkat. Talán. Akkor erre ketten válaszolok. Én elmondom, hogy én mit gondolok, Attila elmondja, hogy ő mit gondol. Én azt gondolom erről, mondom, amit már elmondtam, hogy nem kötelező ezt megvenni, ők azt írnak, amit akarnak, én meg azt olvasok el, amit el akarok olvasni. Én erről nem akarok, erről a jogomról lehátrálni, mert hogyha elkezdünk hátrálni, ez persze egy nagyon távoli lehetőség, és ennél sokkal közelebbi veszélyek vannak, sokkal közelebbi problémák vannak, mert én azt gondolom, hogy ha már Magyarországról is szót ejtettük, ennek, és Attila ezt nagyon jól megemlített, én azt gondolom, hogy nem húzta eléggé alá annak a veszélyét, hogy egy ilyen terrorveszélyre hivatkozva hajlamosak ám a politikusok és a hatalom emberei a saját érdekeikben kicsit elszaladni, és olyan jogokat is korlátozni, amit nem nagyon kellene korlátozni. Ha van veszély, ha nincs veszély egyébként. Itt ugye az országvédelmi akcióterv és társairól van szó. Én azt gondolom, hogy itt bele kell állni, mert itt, hogyha elkezdünk hátrálni, akkor aztán már nincs vége. Tehát
kell védeni. Csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy ismeri-e ön Salvador Dalinak a 20-as évek legelején festett képét, aminek az a címe, hogy a szűzanya elfenekeli a kis Jézust. Na most, nyilvánvalóan ez belefér a kultúrába. Ez belefér, bele kell férjen a kultúrába, egyszerűen azért, mert most itt filozofálhatnánk azon, hogyha valaki egy mély katolikus, és nem azt veszi ki ebből, hogy Istenem, hát ez a két alak, mármint Szűz Mária és a kicsi Jézus, hát ezek is emberek voltak. Nekem ez jön. Most a Mohamed képe ott van, ahogy sír. Mohamed lerajzolása már kihívása. Így van. Na most ezzel együtt szerintem változnia kell az iszlám vallásnak is, és hogyha mi épp a legbigottabb kitételeit erőltetjük magunkra egy olyan helyzetben, ami nyitott. Tehát most nem az van, hogy ők ott vannak 3-4 ezer kilométerre, aztán azt csinálnak, amit akarnak. Nem erről van szó, a világ nyitott, majd ide jönnek. Mert mi ide jöttek. Mármint nem ide, hanem Párizsba. Akkor nem lehet az, hogy mi mindent figyelmen kívül hagyunk, és megerősítjük bennük a legrosszabb tulajdonságokat ilyen szempontból. Mert ez nem vallás, ez bigottság. Az én véleményem szerint. Én akkor szeretném megköszönni önöknek, nektek, hogy eljöttetek. Most már szerintem ez hagyomány lesz, hogy akkor ez egy ilyen teltházas rendezvény. Nagyon jó, hogy ilyen sokan vagyunk, és folytatni fogjuk. Hogy lesz következő és lett következő, úgyhogy most megint megígérem, nekem már van is valami a fejemben. Én szerintem addigra lesz egy olyan helyzet, hogy vagy német-magyar kapcsolatokkal lenne érdemes foglalkoznunk, vagy az orosz ügyekkel. És hogyha így van, akkor még Attilával majd összedugjuk a fejünket, és van nekünk egy nagyon jó barátunk, aki kiválóan ért Oroszországhoz, és megpróbáljuk ide elcsalogatni. Úgy hívják, hogy Eszbíró Zoltán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő hónapban folytatni fogjuk ezt, és nagyon örülök, hogy a külpolitika is érdekli a mi barátainkat. Köszönöm. Bátorítsák, hiába kicsáj, bátorítsák a gyerekeiket, esetleg unokáikat, ajánljanak is. Köszönöm szépen, szervusztok!